Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez szól egyébként, vagy kell ez? Nem kell. Igen, igen, kell. Jó, kell, bocsánat. Igazából úgy érzem, hogy az első félidőben a gólig megvoltak azok a játékelemek is, illetve meg volt az a játék is, amit szerettünk volna játszani. Egy lüktető mérkőzés volt ott a gólig, és nyilván két csapat előtt adottuk lehetőséget. De úgy éreztem, hogy ott azért minimális fölényt tudtunk kialakítani, és pontosan abban a periódusban érkezett a gól, amikor tényleg úgy elkaptuk a fordulatot, és jöttek a beadások, jöttek a támadásaink. Viszont a gól ott megfogta mentálisan a csapatot, ott volt egy időszak, amikor nem találtuk a ritmusát a mérkőzésnek, viszont azt gondolom, hogy a másik fél időben nagyon srácok mindent elkövettek annak érdekében, hogy egalizáljunk, vagy felzárkozzunk az ellenfélhez, amikor már két gólos hátrányban voltunk. Nyilván kinyíltunk, próbáltunk változtatni, próbáltunk rendszert is váltani, és azt gondolom, hogy meg is voltak a befejezések, illetve jutottunk a befejezésekig. Ott nem sikerült megint úgy olyan ütembe gólt szerezni, amikor még reális esély lett volna, vagy amikor sikerült, akkor megint gólra gólt kaptunk egy szöglet. A mi szögletünkből lett egy szöglet, és abból ugye gólt kaptunk a harmadikat. Gratulálok a Diózsőnek, igazából ennyi. Van esetleg kérdés? Mivel azt szeretném megkérdezni, ugye korábban arról, hogy a támadások befejezése, tehát a hatékonyság nem megfelelő, most azért a védekezésben is voltak hibák, nem? Itt a góloknál eladott labda. Hát az első gólnál, hogyha az védekezési gól, hogy megvan a labda és odaadjuk, az egyéni, tehát hogy ott egyéni. Tehát az a maga a védekezésünk, az ott nem mondom, hogy rossz helyen volt valaki, tehát arra nehéz felkészülni, hogy megszerezzük a labdát és visszaadjuk. Nyilván utána már, amikor kinyíltunk, akkor voltak problémák a védekezésünkkel, de egy olyan csapatnál, aki megy az eredménye, megy a gólért, megy a szépítésért, ott azért nagyon nehéz az, hogy ne legyenek elcsúszások, illetve ne legyenek olyan hibák, amiből tud az ellenfél akár ellentámadásokat vezetni, de nem működött jól, igen, úgy abban a részben már a védekezésünk. Valóban. Sánk Dominik NBA.hu a napokban fellepent a Gémi szerint a korábban nálunk is játszó Nikola Serafimov és a spanyolnoló hozzánk szerződhet. Ön személy szerint erősítésnek tartaná a két játékos jelenlegi keretben. Nem szeretnék most itt ebben a dologba állást foglalni, és semmit itt a mérkőzés alatt, vagy után vagyunk közvetlen. Nyilván olyan játékosok vagyok, akik szerintem minden csapatnál erősítést jelenthetnek. Kell az erősítés az Olegerszegnek, hogy egy kicsit javuljon az eredmény sorra? Nyilván minden edző szeretné, hogyha erősebb a csapat kerete. És a több minőségi játékos van egy keretben, de azt gondolom, hogy ezek a srácok ezek tavaly is bizonyították, hogy lehet rájuk számítani és magas szinten tudnak futballozni. Van ilyen egy csapat életében, amikor hullámvölgybe kerül, ugyanez a csapat, amikor Eszéken 93. percre kaptunk egy gólt, akkor mindenki szerint helytállt, vagy akár mondhatom a visszavágót is. Ma is komoly energiákat mozgósítottak a srácok. Azért, hogy közelebb kerüljünk a Diós Györgyhöz, nem lehet rájuk szemrehányást tenni abszolút, és nyilván azon kell dolgozni, hogy megtaláljuk a góllövő cipőnket, és ne mindig hátrányba kell focizni, az azért nagyon nehéz. Én már ezzel nem mondtam. Van kérdés? Köszönöm szépen. Köszönöm.